A CATL kínai akkumulátorgyár előtt vagyok, Németországban. Egy hasonló beruházás készül Magyarországon, és csak éppen nagyobb. The question that they want to make an investment in Hungary is a discussion. A gyár felkeltette a hatóságok érdeklődését akkor, amikor egy spontán ellenőrzés volt itt a gyárban, és a kiszálló rendőrök döbbenten vették észre, hogy nagyjából 50 kínai munkás menekül a gyár mögötti mezőn bele a semmibe. No protest in Germany because you can see what is happening. So you see the process. There was a transparent discussion about CATL. And I think that's a difference to the Hungarian thing. Beruházás egy ponton már mindenképpen kapcsolódik Magyarországhoz, amikor ugyanis megkerestem a polgármestert, akinek a kisvárosához ez a gyár tartozik, akkor úgy rázott le engem, mint az egyszeri fideszes hivatalnok az újságírót. The question is, when they are going to Hungary now, what is going on here?